Garambölgyi László, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője nem olyan régen panaszt tett. Úgy találta, hogy a TV2 Mokka című műsorának 2007. február 15-ei adásában több kifogásolható kijelentés is elhangzott a rendőrséggel kapcsolatban, különösen sérelmezve azt, hogy a rendőrbarom állatok kifejezés a műsorvezető részéről kommentár és moderálás nélkül maradt. Az eljáró tanács megállapította, hogy a Garambölgyi által sérelmezett rendőrbarom állatok kifejezés a műsor számban elhangzott és a műsorvezető részéről reakció és moderálás nélkül maradt. Vélemények szerint ellentétben a műsorszolgáltató írásbeli álláspontjában megfogalmazottakkal, az élő műsor és a felkészült műsorvezetés is ad arra lehetőséget, hogy az akár előre kiszámíthatatlan kijelentések sem maradjanak megfelelő észrevétel, illetve kommentár nélkül. Az eljáró tanács véleménye szerint a műsorvezető nem hagyhatta volna az inkriminált szöveget mindenfajta moderálás nélkül, különösen egy közszolgálati műsorban, áll a panaszbizottság közleményében. De ez hogy moderálni? Hát bárki bármit mond, az őt minősíti. Tehát ha te most mondanál nekem valami elfogadhatatlant, ami beleütközik az emberiség örökérvényű, erkölcsi, nem tudom én, rendszerébe, vagy a, nem tudom én, az egyetemes emberi morálba, vagy valami ilyesmit kell érdemes ilyenkor említeni, akkor én nekem attól el kell határolódnom a műsornak a nevében, vagy a szerkesztőség nevében. Tehát én, micsoda hülyeség ez? Tehát amit te mondasz, mondasz akármit is, az téged minősít. Az téged minősít. Miért? Ha én elhatárolódom ettől, és azt mondom, hogy nekem ehhez semmi közöm, azzal gyakorlatilag mit jelzek, hogy a kedves néző fogyatékos. Nem tudja megkülönböztetni a mi hangunkat. Tehát ő azt gondolja, hogy amit te mondasz, azt én gondolom. Mert ha ezt ő így gondolja, akkor ne hallgassa a rádiót, mert az nem az a médium, aminek a befogadására ő alkalmas. Ilyen embereknek készítünk műsorokat. Hát gondolj bele, az már manipuláció. Tehát ha én azt mondom, hogy amit te mondasz, az szerintem nem jó, akkor én már azt mondtam, hogy a kedves hallgató, ő hülyeséget beszél, én meg nem beszélek hülyeséget. Én meg az igazat mondom. Tehát, hogy nem lehet azt rábízni a hallgató, és hogyha én elhatárolódom azzal, jóvá tettem bármit, ami az emberiségnek a közös kultúrkincsével szembeni támadás jegyében történt, vagy amit tettél, érted? Mondjuk te azt mondod, hogy, és most direkt nem mondok semmit, de ide el tudunk képzelni annyi mindent, ami elfogadhatatlan. Igen, ami elfogadhatatlan, hogy nem tudom, kiket kell kiirtani, a nem tudom, a szemüvegeseket. És én erre azt mondom, hogy fel vagyok háborodva a szemüvegesek nevében, szeretném visszautasítani ezeket az embertelen kijelentéseket, és nekünk ehhez semmi közünk. Akkor ez nem hangzott el? Akkor ez meg nem történté van téve? Vagy mi ez az egész ócska PC bohóckodás, amit az ORTT elvár, vagy amit ugye ez a média törvény elvár? Egy vicc, komolyan. Tehát elhangzik valami, az elhangzott, kész. Nekem ahhoz semmi közöm, nem én mondtam. Nem az én dolgom ettől elhatározni. Vagy ilyen van bármikor ez életszerű? Ilyen az élet bármelyik szinterén előfordul, hogy valaki A ember mond valamit, és a B embernek ettől el kell határolódni, különben a jövő héten neki kell mosakodnia emiatt. Hát ebben a rádióban a rádió történetének talán legnagyobb ORTT-s büntetése, amit Fiala János kapott, azért, mert itt volt bent a Secret Man, és fölolvasta azt a versikéjét, amiben nem tél mindenféle jobboldali politikusokat mindenféle bestiális módon gyilkolna meg. Tehát tudjuk jól, hogy a Secret Man az egy provokátor, más esetben meg a teljesen másik oldal provokálja. Tehát, hogy így ez neki egy egyetlen lövés volt egy olyan sorozatban, amit 360 fokban vezetett ki körbe. Na most emiatt ettől ráadásul a Fiala még el is határolódott, vagy valamit mondott, hogy ő ezzel nem ért egyet, és azért büntették meg a rádiót, mondom, a rádió történetének legnagyobb ORTT-s büntetés szenvedte el, mert nem határolódott el eléggé. Tehát ez hangzott el, tehát ez volt az indoklás, ennél jobban kellett volna. Mi az, hogy jó alaposan elhatárolódni. Lehetett, hol van ez a kategória? Hol van ez a határ? Nem lehetett hallani, hogy sír. Nem igen. Lehetett hallani, hogy csapkodja az eplével az asztalt. Vagy hogy Secret Mannek a fejét egy nagy kalapáccsal. Hogyha ez hallatszott volna, hogy Secret Man ezért megbüntették. Vagy hogyha mi kellett volna ehhez? Gréci Zsolt az ATV Fórum című műsorában még 2006 novemberében szótlanul tűrte, hogy egy betelefonáló indulatosan azt mondja, Orbán Viktor ne a magyarokat vezesse, hanem vezesse a testvéreit. Akkor nem mennének külföldre. Állampolgári panaszra az ORTT panaszbizottsága megállapította, az ATV megsértette a médiatörvényt, mert az elhangzottak alkalmasak arra, hogy az érintett személyre nézve kirekesztő, a gyűlöletkeltés határát súroló megnyilvánulásokat közvetítsen a műsort nézők felé. Kimondták a műsort vezetőnek a betelefonálói véleményt, kezelnie kellett volna.
kezelni a véleményt. Jó, szerintem ez egyébként hasonló kijelentés, mint a galiciai jöttmentek. Tehát, hogy így egyik oldalról, másik oldalról, és azt annak idején nagyon meghurcolták, ezt szerintem... Meg a rekeszt ki. Igen, csak hogy mondjam, tehát ez a betelefonálót minősíti. Ez a véleményt, azt minősíti, aki véleményt. Jó, igen, mond. De hogyha a betelefonáló azt mondja, hogy írtsuk ki a zsidókat, akkor mi van? Te azt mondtad, hogy köszönöm, egy telefont hallottunk, ennyi? Tehát ez nem, de én, civilben is elküldöm a francba azt, aki ilyen hülyeséget beszél. De én ezt nem média kötelességnek fogom föl, de ugyanakkor viszont nem várom el. Tehát, hogy mondjam, ez nem egy emberi kötelesség, hogy valaki mond egy elfogadhatatlan baromságot, és erre te neked mindenáron ettől el kell határolódnod az életben. Mondjuk én az életben is, mert hogy én egy ilyen konfrontatív alkat vagyok. De én ezt nem várom el. De most nem rólad vagyunk, tehát akkor tegyük fel, hogy indítunk egy műsort, amiben csak telefonok vannak, és csak annyit mondasz, hogy köszönöm, halljuk a véleményét, nagyszerű, jöhet a következő telefon, és mondják is, röcsögnek, akkor igen, csak itt, igen, csak hogyha belemegyünk ennek, a lényeget mondtad ki. Ha a műsort úgy hirdetett, hogy egyfajta Hyde Park, jó estét kívánok, mi a véleménye? És a beszédhelyzet az, tehát végig a műsoron fél órán keresztül, egy órán keresztül, mindenki ki hallgatja, hogy ez az a műsor, ahol a műsorvezető nem szól, nem kommentál, mindenki azt mond, amit akar, nem szűrik a telefonálókat, azok belebeszélhetnek ebbe a mikrofonba, az egy egészen más helyzet, mint hogyha egy olyan műsort csinálsz, ahol egyébként bizonyos dolgokra visszakérdez a műsorvezető, bizonyos dolgokkal vitatkozik, bizonyos dolgokkal nem. Tehát én szerintem itt megint ezek ilyen szerepzavarok, tehát én nem értek egyet ezzel a teljes szabadsággal, hogy bárki bármit bármikor, mit kell ebből nagy ügyet csinálni, és ha én mondjuk ülnék egy ilyen panaszbizottság, vagy szakmailag kéne megvizsgálnom, akkor azt nézném még, hogy mi a műsor hagyománya, mi a beszédhelyzet. Tudja ezt az olvasó, néző, befogadó, ezt hallja, olvassa, látja, hogy ez a szerkesztetlen levelek és beszólások műsora, itt adott esetben az ön faji, szexuális, vallási, bármilyen identitásbeli értékeit megsértő kijelentések fognak elhangozni. Ha ez egy ilyen műsor, akkor senkivel nem vitatkozunk, akkor a műsorvezető nem ért egyet, nem ironizál, nem mondja azt, hogy helyes, tehát akkor nem csinál semmit sem. És azért ezek a lényeges kérdések. Meg az a következetesség. Így van, ja. És az a baj, hogy nálunk erről nem esik szó, mert minden ebben az aktuál politikai katyfaszban értelmeződik.